Főtisztelendő Haug Antalt, csonopja a római katolikus lakosai által is nagyra becsült és közkedvelt plébánossát 1945-ben elhurcolták és koholt vádakkal börtönre ítélték. Száva Szent Demeteren raboskodott, de a sanyarú bánásmód folytán szervezete nem bírta tovább a szenvedést. Kórházba került, ahol rövidesen meghalt. Szeretett népének leszármazottai emlékhelyet avattak tiszteletére a csonopjai Mindenszentek templom udvarán. Igen sokan még emlékeznek az elhunyt plébánosra, az emlékét is őrzik, de nagyon sokszor nem merték kimondani, nem mertek beszélni egyes dolgokról, és ezt a csendet próbáltuk megtörni, amikor az előző évben is már egy megemlékező szentmisével ünnepeltük meg a halálnak a 70. évfordulóját. Az emlékhely kialakítása a Szegedi Székhelyű Délvidék Kutatóközpont kezdeményezésére és segítségével valósult meg. A Délvidék Kutatóközpont már több kivégzett, vagy mártír halált halt plébánosnak emelt emléket, például Horgoson, Péter révén, Szivácon éppen, és csonopjára is így jutottunk el, hiszen fontos hangsúlyozni azt, hogy Haug Antal esete nem egy egyedi eset. Amikor 1944-ben a szovjet csapatok nyomában megjelentek az úgynevezett partizán egységek, akkor egy tömeges és minden szempontból a valós tényeket figyelmen kívül hagyó és a törvényességet mellőző megtorlás kezdődött. A csonopjai hívek nem csupán egykori plébánosok, hanem a jugoszláv kommunista rezsim magyar papi áldozatainak emléke előtt is tisztelegnek az emlékhelyen, amelynek leleplezésére püspöki szentmise keretében került sor. Az eseményt számos hazai és magyarországi magasrangú köztisztviselő és közéleti személy tisztelte meg jelenlétével.